Vietnám! Csácsom, és ezt a csokolád, és na mi újság van? Képer megérkezett egy ilyen videóval, amire nem számítottatok, az biztos, bár jó pára rágták már a fülem, hogy igazából jó lenne egy ilyen dolog, mivel... Egyébként tudják, hogy nem nagyon szeretem én az ilyen támogatásos dolgokat, viszont ö, mégis szeretnének valahogy támogatni engyümet. Hát ez nekem nagyon-nagyon furcsa érzés egyébként, nagyon viszás, de úgy gondoltam, hogy fogok egy ilyet meglépni, hogy bizonyos tagok, akik itt vannak a csatornán, vagyis nézők, azok egyel, egy szinten feljebb tudjanak lépni, és még inkább a közösség részévé tudjanak válni. Én tudom pontosan, hogy mindenki ezt nem engedheti meg magának, és még ráadásul a legalapabbat sem, bár megpróbáltam a leg, e, legalsó tagsági lépcsőt úgy beállítani, hogy ez szerintem azért bárkinek, körülbelül kettő helnek az árába kerül, egy hónapra, úgyhogy azzal már csatorna tag tud lenni, és azzal már egy csomó előnyt tud magának szerezni, de nyilván mindenki saját maga dönti el, hogy akarja ezt, vagy nem. Ö, jó páran rágtátok a fülem, hogy szeretnétek támogatni, és ez ö, akkor ez egy jó dolog lenne, de engem, engem mindig azt tartod vissza ezzel kapcsolatban, hogy ö, így, hogyha csatornatagságot állítok be, akkor konkrétan el kell vennem azoktól a nézőktől tartalmat, akik akik ugye nem csatornatagok, vagy nem engedhetik meg maguknak. Viszont egy ez, e, nagyon sokat gondolkoztam, és úgy arra jutottam, hogy nem fogok elvenni semmilyen kontentet azoktól a nézőktől, akik, akik nem tudják ezt megtenni, meg nem akarják, viszont fognak plusz dolgokat kapni azok, akik esetleg... Szeretnének tagok lenni. De vágjuk bele a lecsóba, megmutatom a lépcsőket, hogy milyen opciók vannak. A legelső lépcsőfok, amelyik, ha jól emlékszem, 599 forintba állítottam be, amit konkrétan talán még két hel árába kerül, vagy nem tudom, hogy mi ez viszony, csak egy chips árába, ami a következő dolgokat fogja adni. Ez a traktoros fokozat, hűségi hűségjelvények a neved mellett a megjegyzésekben és az élő csevegésben, és ezek a hűségjelvényeket úgy állítottam be, hogy a saját index szilver, vagy bronz, szilver és arany fokozatban, attól függően, hogy hány hónapon keresztül, Ö, csatornatag valaki. Ugye a hozzászólásokhoz és az élő csevegésekhez azután ők használhatnak egyedi emojikat, ami tök jó, mert valamilyen szinten ki tudnak tűnni ebből a, a nagy ö, komment kavalkádból. És rengeteget kommenteltek, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Annyit tudok mondani, hogy aki ö, ezt a legalacsonyabb csatornatagságot is ugye ö, előfizet rá, annak mindenképpen fogok válaszolni kommentjére, írásban is a komment szekcióba. Szóval ezt is így eléred. Ö, nagyon szépen köszönöm annak is, aki esetleg úgy gondolja, hogy erre, ö, hát úgymond előfizet, ö, de nézzük akkor mi a következő szint. A következő szint, azt műszakvezetőnek neveztem el, nem tudom, hogy honnan jöttek ezek, ezek, a, ezek a nevek, Ö, ők fognak már plusz tartalmat kapni. A, tényleg azok, akik nem fizetnek elő, semmilyen hátrányban nem fognak ülni, de akik előfizetnek, azok kapnak plusz tartalmat. Ö, fotók és beszámolók a legújabb fejleményekről. Ugye van egy ilyen posztolós, ilyen feed rész ugye a, Youtube-on, amit én nem használtam, azt azután fogom használni, és a műszakvezető fölötti ö, tagok, azok meg fogják kapni. De egyébként azt még hozzáteszem, hogy ugye a műszakvezető az meg fogja kapni azokat az előnyöket is, amiket megkapta a traktoros. Szóval ezek mindig így egyre halmozódnak minél magasabb tag, minél magasabb rangú tag vagy. Ja, fotók és beszámolók a legújabb fejleményekről, tagoknak készült videók, vlogok. Szóval, akik a műszakvezetőre előfizetnek, azok megpróbálom bevezetni a privát szférámba. Szóval fotókat fogok ide feltölteni, leírásokat, hogy mi történt velem, és még ráadásul mindig fogok nekik csinálni különböző vlogokat, amiben mesélek arról, hogy éppen hol tartunk a céljainkkal, mit fogunk csinálni, meg igazából, hogyha megyek valahova akár, vagy munkahelyen is csinálok nagyon szívesen nekik videót, amit szeretnének. Jó? A műszakvezető ezt, ezeket az előnyöket élvezi, plusz még ugye a traktoros előnyöket. Na viszont most egy nagyon nagy ugrás lesz. Ja, a műszakvezető azt hiszem 999 forint. Most lesz egy nagyon nagy ugrás, és ha egy ember se fog előfizetni erre, ami most fog következni, semmi probléma nincs. Ez tényleg ez, ez egy olyan dolog, hogy ugye nekem van egy nagy célom, hogy egy 2101-es ladát fogunk venni télen. És arra ugye én pénzt gyűjtök. Mármint, hogy dolgozok, ahol tudok munkahelyemen tényleg spórolok rengeteget és az az összeg ami erre a ladára e, gyűlik azt arra fogom fordítani. Tehát már mint gyűjtök már vagy egy éve és minél inkább e, több gyűlik össze decemberig decemberben vannak célkütőzés tehát decemberben mindenképp meg fogjuk venni a ladát. Akkor ugye jönnek a garázs videók rengeteg ladás videó ugye e, és minél több pénz gyűlik össze, addig annál inkább jobb ladát tudok venni. Mivel eléggé drága sajnos ez. És arra gondoltam, Hogyha valakinek van kedve, akkor támogathatja ezt a tűzésemet úgy, hogy előfizet erre el a tagságra. Nyilván ezek a tagságok lemondhatók, tehát egyszer előfizetsz, lemondod, akkor annyi, hogy egyszer segítettél a ladába, de már elő, azt az előnyt, amit ö, nyújtani fog ez a tagság, azt élvezni fog. Én nem tudok ö, ezért sajnos túl sok mindent tenni, le, a leginkább azt, hogy megköszönöm, hogy támogatsz. És ö, cserébe mutatom, hogy uh, mit, mi, az, amit, mi az, amit tudok adni. Az ad a támogató, uh, az drága. Az, 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 9990 forint, szóval tényleg, aki akar, az támogat. A többi az meg felejtse el, ez nem egy, igazából nem egy tagság, hanem ez egy támogatási lehetőség, hogy ebbe a célomba, és ez mindenképpen a, ez a támogatás abba a ladába fog belekerülni. Uh, ha kell, akkor elszámolok forintra pontosan, hogy hogy került bele a, a, ebbe a, a dolgba, és hogy támogatta ugye ezt a videósorozatot, mivel ebből egy végtelen videósorozat fog lenni. Lada szerelések, lada krúzolások, országjárások, minden ezzel a ladával kapcsolatban. Ö, amit tudok érte adni, az, hogy szerepelni fog a neved a ladában, és a garázsban is. A garázsban egy hat, nagy molinót tervezek, ö, Amire mindenkinek a neve, aki egyszer is adott támogatást a ladába, annak fent fog lenni. Szóval az összes videóba szerepelni fog a neved, meg fogom mutatni minden videóban ezt a hatalmas Moninót, és ö, meg ott lesz a neved. Plusz a ladába is bele fog kerülni a neved. Azt tervezem, hogy majd mutatom a képet, itt ugye az 1002-es ladának, a 2101-esnek, az 1003-asnak, az 1002-esnek van, attól függ melyiket veszük, van egy ilyen fa betét csík, amit én úgy gondoltam, hogy ezt ki fogom venni az enyémből, és fogok csinálni egy egyedit, amit gravírozni fogok azokkal a támogatóknak a neveivel, akik ezt a tagságot egyszer is, akár egyszer is előfizettek rá. Szóval akkor a neve ott lesz a ladába végig, és valaki biztos azt gondolja, hogy jaj, hát egy ladát nem szabadna tönkretenni, hogy ezt a fabatétet én, én Én úgy gondolom, hogy akárki, hogyha meg fogja kérdezni tőlem, hogy ezek, mik ezek a nevek itt végig, akkor én büszkén fogom elmondani, hogy ezek az emberek támogatták, hogy ez a lada itt van most velem. Úgyhogy ha azok a támogatók nincsenek, lehet, hogy az nincs ott az oldalra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm előre is az összes támogatást. Egyébként ezen kívül még ö, minden tag, ugye ezen kívül minden az összes tag ö, elismerése lesz a, a csatornámon, tehát a tagoknak a profi, profilképe ellátott nevei kin lesznek egy szekcióba, tehát valaki rátéved a csatornán, az látja, hogy kik a tagok. És a videó leírásban is ugyanez megtörténik majd, a videók leírásában. Ennyit akartam mondani, a, szerintem tényleg, hogyha nyugodt, én, én nagyon sok embert ismerek innen, nagyon sok uh, ismerős név van, nagyon sokat szinte már... Uh, úgy kezelek, mint hogy a személyes ismerősöm lenne a komment szekcióból akár, vagy akár bárhonnan, akárhol írnak rám, hogyha nem, az leg, ha nem úgy gondolja, hogy ő tagságot nem, tud, nem akar venni, nincs azzal semmi gond, ugyanúgy reagálok a kommentjeire, én nem akarom semmitől sem megvonni azokat a tago, az embereket, akik nem vesznek akármilyen tagságot. Szóval ezt így kell, légy szívese, gyerekek, ezt így, gond, így ö, gondoljuk. Hogy nem fogok semmilyen kontentet és semmit elvenni azoktól a tagoktól. De viszont akik meg e, esetleg előfizetnek, akár akármennyi időre is, vagy támogatnak, azoknak nagyon szépen köszönöm, és azoknak akkor jönni fognak az új kontentek. Ja, még annyit akartam, hogy a, a ladás, ladás csoportosoknak, azoknak lesz egy lesz egy. Ö, egy ilyen messenger csoportot akarok csinálni, ahol uh, folyamatosan tudom őket tájékoztatni, hogy hogy állunk, akár tényleg, hogy szere szeretnék elszámolni azzal az összeggel, nem fogom semmi másra költeni nyilván, ezt a pénzt, uh, nem fogom elcsokizni, meg nem fogom elinni, hanem ez tényleg abba megy bele. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a uh, támogatást, aki támogat, aki nem, annak is nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, Írjatok nyugodtan kommentet, mit gondoltok -e erről az egészről. Ö... El fogom olvasni őket, és reagálok rájuk. Köszönöm szépen, sziasztok!